Törökországban mostantól lényegében minden hatalom Recep Tayyip Erdogan elnök kezébe kerül. Az elnöki hivatalból érkező hírek szerint Erdogan azt mondta, hálás az embereknek, hogy kifejezték az akaratukat az urnáknál. Hangsúlyozta, a török választók történelmi döntést hoztak a népszavazáson. Az alkotmánymódosításokat a török történelem legfontosabb reformjának nevezte. Az igenek győzelmével Recep Tayyip Erdogan elnök gyakorlatilag korlátlan hatalmat kap. Ő nevezheti ki a legjelentősebb állami tisztségviselőket, alelnököket, minisztereket és az alkotmánybírók többségét is. Az elnök parlamenti felhatalmazás nélkül egyedül dönthet rendkívüli állapot bevezetéséről is. Még Erdogan szerint az államfő jogkör kibővítésére az országot fenyegető biztonsági kockázatok miatt van szükség, az elnök ellenfelei szerint a politikus önkényuralmi rendszert épít és visszaél hatalmával. Az elnök hívei Isztambulban tűzijátékkal ünnepeltek. Az igen pártiak szerint a reform fellendülést hoz. A nem pártiak viszont attól félnek, hogy teljhatalom jön létre és diktatúra. Az ellenzéki köztársasági néppárt bejelentette, hogy az eredmény hivatalos kihirdetése után kérvényezni fogják a leadott szavazatok újraszámlálását, mert törvénytelenségeket tapasztaltak a referendum során.